Vendégekkel telt meg a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári karának aulája a 48. gazdászbálon január 27-én szombat este. Mintegy 300-an vettek részt az idei bálon, ahol elsőként a kar dékánja Tóth Tamás köszöntötte a vendégeket. A kuvári gazdászokat különleges kapcsolat és kötődés fűzi az albamelkethez, akik az itt megszerzett tudás mellett kitörölhetetlen emlékeket szereznek és életre szóló barátságokat kötnek. Az akadémia mellett szoros kapcsolat fűzi őket a városhoz, Mosonmagyaróvárhoz, amely több mint 205 éve biztosított és érthető közeget az intézménynek. A képzés követően az óvári gazdászok az ország és a világ számos pontján kamatoztatják tudásokat és szolgálják a hazai agrárium fejlődését. Tóth Tamás hozzátette, nemzetközi szinten is helyt kell állnia a szakembereknek, a kar jövője pedig csak a nemzetközi közegben képzelhető el. A gazdászbálon szintén beszédet mondott Kovács Csomor Zsolt, aki a hagyományok és erények ápolását, továbbadását emelte ki. Örömmel tölt el a körbetekintnek, és látott az összegyűlt taliáns képviseletet, de még jobban örömmel a szívem a ragyogó csodálatos hölgyhosszú látványát. Nem hiába. A hölgyek, a kísérőink, ékességeink adják pályát, szépségét, csodáját, ami bánunk. Ezért, kedves férfi barátaim, mai este szóljon elsősorban a hölgyekről, az ő szórakoztatásokról, a baráti kapcsolatokról és a jókedvről. A köszöntők után aztán több elismerést is átadtak. A gazdászbálon köszöntötték 85. születésnapja alkalmából Nagy Frigyes nyugalmazott minisztert. A fennállásának 65. évfordulóját ünneplő óvári gazdász néptánc együttest, valamint elbúcsúztak a kari hallgatói önkormányzat elnökétől, Horváth Gábortól is. A díjak átadása után a hagyományokhoz híven az óvári gazdász néptánc együttes a palotás tánccal nyitotta meg a bált. A 48. gazdászbál célja az idei évben is az volt, hogy az óvári gazdászok, hallgatók, tanárok és a város polgárai közösen jó hangulatban töltsenek el egy estét és erősítsék a kapcsolatokat.